Az éjféli mise lezárja az adventet, feloldja a karácsonyi böjtöt és bevezeti az egész ünnepkört. Az éjféli misét más néven a ragyogó fényesség miatt aranyos misének, valamint a Jézus születését hirdető angyalokra utalva angyalmisének is nevezik. A néphitben az éjfél a szellemek, a hazajáró lelkek és kísértetek ideje, amelyhez különös képzetek és hiedelmek fűződnek. A szokások szerint az éjféli misére vitték el a lucaszéket, hogy ráállva felismerjék a boszorkányokat. Az éjféli mise körül kialakult szokás és hitvilág, tele van bőség és termékenység motívumokkal, illetve a hiedelmek szerint az éjféli misén a legalkalmasabb, Isten áldását, segítségét és oltalmát kérni. Székesfehérváron a karácsonyi éjféli misét Spányi Antal megyés püspök celebrálta a Szent István Székesegyházban. Jézusban beteljesedett Isten ígérete, róla beszéltek a proféták, nem hagyva kialudni a hitet az emberek szívében. Őt várták nemzedékeken keresztül, és 2000 éve megszületett és magára vette bűneinket, hogy minket megváltson, mondta Spányi Antal. Adja az Úr hát mindnyájunknak, hogy megtapasztalva Isten szeretetét, egyre inkább járjunk az ő útján, megtapasztalva az ő közelségét, egyre inkább adjuk neki az életünket, és Istennek adott életünkkel öleljük magunkhoz embertársainkat, engedjük, hogy minden gyengeséget, rosszat, önzést helyettünk, helyünk, szívünkben a szeretet töltsön ki, és így építsük azt az országot, amelyet Jézus hozott el közénk, a szeretet és béke országát. Elég lehet akár egy szikra, és néhány pillanat alatt hatalmas tragédia is bekövetkezhet. A Fehérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az év ezen időszakában mindig fontos üzenetre hívja fel a lakosság figyelmét. Karácsonykor ugyanis megnő a lakástüzek száma, ennek két fő oka is van az ünnepi időszakban. A legtöbb lakástűz karácsonykor a figyelmetlenség és az égve felejtett gyertyák miatt a konyhai sürgés-forgás, sütés-főzés közben keletkezik. A lámpafüzérek elektromos meghibásodása, a csillagszórók használata is tüzet okozhat. A fenyők a meleg szobákban napról napra szárazabbak és emiatt egyre gyúlékonyabbak. Fontos, hogy se az igazi, se a műfenyőt ne díszítjük gyertyákkal, csillagszórókkal. Karácsonyfa díszítésnél az alábbiakra figyeljünk oda. A fenyőt a fűtőeszközöktől legalább másfél méterre és a függönytől, könyvespolcoktól még távolabb, stabilan kiékelve állítsuk fel úgy, hogy ne tudjon eldőlni. Ünnepi nyitvatartás szerint fogadja a Széphőzi RT és a Deponia Non-Profit Kft. Az ügyfeleket karácsony és szilveszter között. A Széphő ügyfélszolgálata december 27-én, szerdán reggel 7 és este 7 óra között tart nyitva, míg a Deponia december 28-án, csütörtökön szintén reggel 7 és este 7 óra között fogadja az ügyfeleket. A cégek az ünnepi időszakban az online ügyfélszolgálati rendszereket ajánlják a kényelmes és rugalmas ügyintézéshez. A polgármesteri hivatalban december 27-e szerdától január 1-je hétfőig igazgatási szünet lesz. Ez alatt a személyes ügyfélszolgálat szünetel. A rendkívüli és halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében december 27-én szerdán reggel 8 óra és délután 4 óra között, valamint december 29-e péntek reggel 8 és dél között telefonos ügyeletet biztosítanak a képernyőn látható ügyekben és telefonszámokon. Karácsony és szilveszter között ismét futballünnep várja a székesfehérváriakat a Vogban. Immár 23. alkalommal szervezi meg a Mindig Vár Non-Stop ünnepi fehérvári futballfesztivált a Videoton FCF baráti kör az önkormányzat támogatásával. Juhász László az esemény főszervezője kiemelte, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ismét számos remek mérkőzést láthatnak a futball szerető sportbarátok a négy napos program során. December 27-én a 16 csapatos amatőrkupa, hiszen már ennyien jelentkeztek, itt inkább azon gondolkozunk, hogy esetleg be tudjunk még engedni többet. Aztán másnap 28-án van egy Videoton szurkolói kupa, ahol az RBD a fele csapatot az RBD teszik, a másik felét a verik másik szurkolói csoportosulások. Majd itt lesz az U11-es és a női kupa is megrendezésre, erre a napon kerül.